Unglaublich. Itt vagyunk tehát a következő mérkőzésünkön. Fél hatos kezdéssel lesz még egy 6 órás mérkőzés és egy magyar érdekeltségi fél hetes mérkőzésünk. Nekünk háttal a francia Olivier Carillon. És szembe pedig Álvaro Valera Spanyolországból. Valera az első kiemelt, és megnyerte a csoportját, Carillon pedig második lett a csoportjában, egyet vesztett, kettőt nyert. Ugye a hatos kategóriáról beszélünk, az állóknál a legnagyobb mértékben sérültek közé tartozó kategória. Látjuk itt is, hogy hozzá van erősítve az ütő a francia játékosnak a kezéhez. Álvaro Valera pedig nagyon nehézkesen mozog. Azt a mindenit, milyen netszet. Gyakorlatilag a hálótartó vasról pattant át. Egyelőre szoros a mérkőzés. Gyönyörű szép oldalváltás, 6-6. Két hatra vezet a francia. Papírforma az azt diktálná, hogy Álvaro Valera nyeri ezt a mérkőzést. Aztán majd kiderül, hogy ez is negyed döntő a hatos kategóriában. Rossz szerva fogadás. 8-8. Most már. De jó szerva volt. Kiegyenlít a francia. Elveszett a labda valahol. Másik oldalon, na megvan. Nézzük, kinyeri az első szettet. Kilenc után 2 pontot csinált, és mintha nem is pingpong meccs ellene, szépen sétálgat ki az edzőhöz. Álvaro Valera. Szoros volt az első szed, de az esélyes spanyol nyerte. Közben sajnos lemaradtam, hogy Gregor Zoltán megverte Miroslav Jámbort. Kiderítem, ígérem, hogy egy Csonka Andrásnak mégis ki lesz az ellenfele, Miroslav Jámbor vagy Gregor Zoltán. Már jönnek is vissza a fiúk.
gyorsan megkapták a kis tanácsokat. Közben forró dróton kaptam a hírt, hogy 6 órakor a mi asztalunkon nem lesz mérkőzés, ugye a fél órás ütemezés, ez magától érthető, hogy 6 órakor is van főtáblás mérkőzés, de úgy jönnek ki az asztal számozások, hogy nincs. Viszont ugye fél héttől vagy maradjanak velünk addig, és gép közelben, vagy jöjjenek vissza dolguk után, hiszen ugye Berecki Zsolt a 10-es kategóriában érdekelt a negyeddöntőben. Úgyhogy Zsoltinak ki kell szurkolni az elődöntős helyet, ahol ugye Dezsővel játszhat, Berecki Dezsővel, testvérével, aki alanyi jogon ott van az elődöntőben, a főtáblán. Közben Valéra kezdi érvényesíteni a papírformát, 1-0-5-2. Nagyon flagmán elütötte. Középre kapta, és azt hitte, hogy be tudja ütni a labdát. Itt kettő után ugye 5-5-re följött a francia, most megint Valéra vezet. Három pontos az előny, szépen csordogál a mérkőzés a kis medrébe. A legjobb 4 közé jutása tét. Hat közben már. Szervár Valéra, 9-7-nél. Hoppá! 9-6-ról 9-9. Na, ha megint így megnyeri félgőzzel 9-et a szettet, akkor nagyon tud valamit az ember erőbeosztásilag. Francia szervár. Assza minden itt milyen fonákat eresztett a francia játékos. Hát nem volt csak is a gatyája, az biztos. Ez viszont nem tudott úgy helyezkedni, ahogy kell. 10-10. Hehehe.
Ezt is hogy fogadta, nem hiszem el, komolyan mondom. Van Kurázsi, Carionba is. Olivier Carion. Fonákkal tenyeresről. Ezt meg a Valera hogy üti be. Na most azért kicsit felpezsültek itt a dolgok. 9-9 után olyan megoldások, amik előtte messze nem voltak. És már is előny Valeránál. És 13-11-re ezt is megnyeri. Zseniális is mérkőzés, mindjárt jön a harmadik szett. Elindult szépen, ismét nem, bocsánat, elindult a harmadik szett, ismét nem szórakoztak sokat ezzel a szünettel. Egy percből körülbelül 20 másodpercet vettek igénybe a fiúk. A francia kezdi jobban a harmadik szettet. 3-0. Milyen csavarás volt. Szinte visszajött a labda. Hoppá! Majdnem fölrakta, mosolyog is. Carion. 4-1. Hoppá, micsoda oldalváltás. Hát szinte jóval előtte ott volt a keze a spanyolnak, és csak lenyomta egy eresbe. Jó szer van, 4-3. Ismét egy csavarás, ami kimegy hosszúra. 4-0-ra, pillanatok alatt 4-4. Valer egy kicsit megerőltette magát, és ki is egyenlített. Viszont most a francia vezet ismét. Négy, necces volt. Pont eltakarta a játékos magát a jelenetet. Hú, de szép volt. 6-5. Na nézzük, megcsinálja ismét szorosan ezt a szettet Valera. A mindenit. Ezeket a nyeséseket nagyon simán kiüti. Meglepte ellenfelét a francia. Megint bátran játszik. Kiadta neki oldalra mosolyog is Valera. Szervából még hozzá.
megint a set végén veszi elő ezeket a turpiságokat a francia, de ilyenkor szokott a spanyol jönni. Na nézzük. Így is van. Megint a jó öreg oldalváltás. 9-7. Hoppá, ez viszont jó szerva. Úgy látszik 2-1-re fog módosulni az állás. Hát, ajpá, ez itt szerv volt. 10-8. Ezt elüti. 11-8, 2-1, nem tudja három szedben megnyerni. Valera, innen folytatjuk. Egyedik szettet jobban kezdi Valera. Sőt, 3-0-ra vezet. Csúszott, 4-0-ra. Sportszerű volt a francia, és jelezte. Már is 6-0. Valera ilyettében 7-0-ra vezet most, ahogy bukott egy szettet. Sem érte az asztalt. 8-0 tehát. Francia játékos behúzta a kéziféket. Lehet, hogy csak arra hajtott, hogy nyerjen egy szettet. Kettő, 8 darab mérkőzés labda, tehát hölgyeim és uraim, ugye 6 órától nem lesz mérkőzés, fél 7-től pedig az utolsó mérkőzésünk Majdan, a francia Karin Boumedua és Berecki Zsolt. A legjobb 4 közéjutás a tét majd a 10-es kategóriában, 10-2. Itt közben a mérkőzés állása. Nem akar vége lenni ez a meccs. Úgyhogy jöjjenek vissza fél hétre, egy kis szuszonyási szünet. És utána magyar érdekeltségű negyeddöntő. Fél hétkor jövünk.